A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Press start. Jó estét kívánok, itt van ismét a kezdőkör, a fehérvári, a magyar és a nemzetközi sport történéseit kommentáló és kibeszélő műsor itt a Fehérvár Televízióban, és itt vannak vendégeink is a mai adásban, akik közül ketten már-már törzs vendégnek számítanak, az előző adásban is itt voltak, Németh Krisztián, a Fehér megyei Hírlap és a Fehérvár Média Centrum munkatársa, itt van velünk Farka Szilárd szerkesztő kollégám, a Fehérvár Média Centrumból, és a Laci széken itt ül, ezúttal Juhász László, Videóton Baráti Kör Egyesület elnöke, önkormányzati képviselő. Azért mondtam, hogy Laci szék, mert Horog László kollégánk szokott rendre itt helyet foglalni, bár amióta most ebben a szezonban elindítottuk a műsort, még egyszer nem ért ránk, de nagyon várjuk, hogy ez ismét megtörténjen, és ígéri, hogy hamarosan ő is megérkezik, úgyhogy gondolom, érzed azért a kellő súlyát ennek a széknek. Persze, hajam is majdnem annyi van már, mint a Lacinak. Épp ezt fordítva mondani, hogy neki van majdnem annyi, mint neked. Vagy igen, igen, azért igen. Még büszkélkedhetsz. Hát nyilván, hogyha már a Vidi baráti kör elnöke itt van velünk, aki maga is ugye az aktív és legnagyobb Vidi szurkolók közé tartozik, és hát ilyenkor ebben az adásban különösen súlyt kell fektetni, hogy Vidinek, meg Videótonnak nevezzük a csapatot. Gondolom ez számodra nagyon fontos, bár ugye hivatalosan a MOL Fehérvárról beszélünk. Hogy érzi magát a Videóton baráti kör mostanában, így elnézve ezt a hetedik helyet, meg a csapat körüli történéseket? Mondhatnám azt is, hogy tavaly is így kezdtük szinte a történetet, a bajnokságot. Hát érdekes, hát egyértelmű, hogy senki nem elégedett szerintem a csapat jelenlegi helyezésével, mutatott játékával, szereplésével. Mindaz mellett meg ugye egy érdekes helyzet áll, hogy a augusztus 31-ig voltak azért zártiúzalási idénynek a vége, és mi az utolsó pillanatban húztunk be párat. Most pont a válogatott szünet miatt ugye vagy a válogatott meccsek miatt lesz egy szünet, és azt gondolom, hogy talán majd itt október elején lehet azt látni, hogy merre tart ez a csapat, mert őszintén nem tudom én sem még megmondani, hogy ez most az lesz, amit láttunk az elmúlt egy hónapban mondjuk a csapattól, vagy az első párfordulóban, amiben azért volt egy-két pozitívum is persze, vagy pedig ettől jobb lesz, hiszen az új igazolásokat igazából, meg a csapatrendszert, a játékrendszert, azt majd most lehet szerintem még begyakorolni, hiszen azért két hete alakult ki a végleges keret erre az őszi szezóra, így mondhatjuk, hiszen télen megint átigazolás van. Tehát érdekes, vegyes érzelmek vannak bennem, hogy ez marad, amit eddig láttunk, vagy előreléphetünk, persze, mint mindig örök optimista vagyok, hogy ez a videótól jobb videótól lesz, mint ami az elmúlt pár hétben volt. Hát nem tudom, ez a hogy mondjam, átigazolási szezon, meg a válogatott szünet, ez sokaknak lehet ilyen mencsvár, hogy majd most ezután persze biztos jobb lesz, majd mindjárt beszéljük is erről, de azért összességében azt gondolom, hogy bármennyire is optimista vagy, és nyilván nem is szívesen mondasz egyébként kritikát vagy rosszat a csapatra, azért elnézve ezt az eddigi mérleget, 7 mérkőzésen, 3 győzelem, 4 vereség egy MOL Fehérvár esetében, ez azért nem az a szereplés, ami teljesen mindegy, hogy milyen kerettel kezdett, meg milyen igazolásokat hajtott végre eddig a csapat. Ez mondjuk ebben a magyar mezőnyben méltó lenne, hiszen azért már most akkora hátránya van mondjuk egy Ferencvároshoz képest, bár lehet, hogy már tényleg nem is ehhez kell mérni, mert látjuk, hogy a Fradi lassan más dimenzió, de hát kevesebb mérkőzést játszva is 10 pont fölött van az előnye, tehát itt azért a Vidi kritikáját kell, hogy ebben az állásban lássuk. Hát ez egyértelmű, tehát azért elégedettek nem vagyunk, ezt is mondta, nincs olyan szurkoló, aki most elégedetlen a jelenlegi helyzettel. Az örök optimizmust soma azért mindig kiszól belőlem, de az látható, hogy igen, tehát egyetértek azzal, hogy a Fradi és mi köztünk most szerintem lassan fényényi távolság van, vagy a magyar bajnokság összes többi szereplőjével. Szerintetek kell egyáltalán még a Vidinek a Fradihoz mérnie magát?
Nyilván lelkünk szerint azt mondanánk, hogy persze, gyerünk, hát legyen a bajnoki címatét. Persze, tehát fejlődést azt nézem, hogy most azért a zöldek kilőnek a magyar mezőnyből egyértelmű. Ott látható, hogy valami nagyon egybe van, valami nagyon rendben van. Tehát itt gondoltunk akár a sportszakmaira, a külső segítségre, amit megkapnak gyakorlatilag. Hiszen látható, hogy egy nagyon nyerni akaró, nagyon győzni akaró típusú játékosok alkotják a mezőnyt, és mint hogyha tényleg mindenki egy irányba húzna, mindegy, hogy a Fradi 20x fős keretéből ki van a pályán, gyakorlatilag azt látod, hogy győzelemre hajtanak, hát és azért ez a Trabzon elleni, ami a mi szívünknek is jó, az a Trabzonspornak a nevét kimondani, hiszen 11 év ezelőtt jó magam is ott voltam Trabzonszorban, úgyhogy csodálatos élmény volt, de gyakorlatilag azért itt 6-0, 4-0, tehát 3 most, és ugye talán 18-at rúgtak a zöldek, egyet kaptak, tehát ha ezt nézem, a tényleg előttek a magyar mezőnytől, de hát a Vidinek, a Videótonnak nem hátrafele kell néznem, előre, tehát még a realitás az is, hogy a bajnoki címbe szerintem ugye nagyon nem fogsz beleszólni ebbe a bajnokságba semmiképpen, legalábbis ez a realitás ezt mondatja jelenleg, de mindenképp inkább előre nézzünk, hogy hogyan lehet fejlődni, hogyan lehet ezt a keretet úgy kialakítani és kicsiszolni egy olyan új alapokat, amiből aztán évekig egy jó csapatunk lehet. 6-7 évvel ezelőtt, ne felejtsük el, a Videóton a Fradi előtt járt. Tehát a Fradi volt mögöttünk annyival, mint most mi vagyunk mögötte. Tehát akkor most fordítsuk meg, tehát most akkor minekünk kell kapaszkodni. Valami megcsúszott, valami elcsúszott, meg kell keresni most már tényleg, hogy mi a helyes út. Hát szerintem nem is az, hogy a Fradihoz kell, most gyakorlatilag a Fradihoz kell mérni a Vidit is, de mindig az aktuális első helyezethez kell mérni a MOL Fehérvárt. Azért, mert minden bajnokságot ugye úgy kezd a csapat nyilvánvalóan, hogy bajnok aspiránsként szeretne nekiindulni. Az első hely mindig a cél, aztán hogy ez mennyire jön össze, mostanában nem annyira, sőt sem ennyire. Hogyha a pozitívumokat akarjuk keresni, akkor lehet azt mondani, hogy ennél már csak jobb lehet. Ugye most még mindenben a 7. helyen álló Vidi negatív mutatóval rendelkezik, ugye te is említetted, hogy 7 meccs, 3 győzelem, 4 vereség. Nem biztos, hogy pontosan mondom a gólarány, de mint a 9-12 lenne, de tehát az is eddig negatív tendenciát mutat. Az mondjuk pozitív, hogy kicsit rákanyarulunk most a hétvégi mérkőzésre, hogy a Mezőkövesdet kieső helyre taszítottuk, tehát hogyha már tényleg keressük a pozitív viszonylatokat, akkor ezt is el lehet és el kell mondani. Azt, hogy most megint nyertünk egy mérkőzést, Kodrók 2 fejes góljával, az is pozitívum, ezt nyilván begyakorolt szituációk szülhették, hiszen azért a fejes gólt nem lehet csak úgy megszerezni gyakorlás nélkül, és innen már csak felfelé vezethet az út, hát azért a középmezőnynél szerintem ez a csapat még mindig előrébb lesz majd. Hát nagyon szépen elmondtad a pozitívunként felsorolható tételeket, nem telik ki vele az adásidő, azért maradhatunk annyiban. Krisztiánnak ugye hivatásszerűen végig kell néznie a hazai mérkőzéseket, és ezt most nem úgy mondom, hogy sajnáljuk miatta, de mondjuk legalább te látható tényleg a tendenciát, hogy van-e bármiben fejlődés vagy előrelépés. Itt most ugye már új igazolások lassan-lassan azért bekerülnek a csapatba. Most azt hiszem Castrati volt, aki tényleg jól is játszott, meg talán mutatott abból valamit, hogy miben léphet előre vele a Fehérvár. Hát, ha reálisan nézzük, azért az, hogy a Mezőkövesdet egy edzőváltás vagy edzőváltás közben megverjük, az önmagában azért nem nagy fegyvertény, de momentán sajnos ennek is kell örülni, mint ahogy annak is, hogy van egy Kenan Kodrónk, és reméljük lesz még egy jó, legalább olyan jó Budu Zivzivadzénk, mint aki a szezon előtt szerepelt. Az új igazolások közül számomra Castrati szimpatikus, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Benne látom gyakran felbukkanni azt a küzdeni tudást, ami szerintem ahhoz kell, hogy egy nyerő típusú csapat álljon össze. Számomra ő egy üde színfolt a Vidiben, ha bár ezt nyilván nem egyenletesen mutatja, de azért vannak, vagy voltak jó pillanatai a Mezőkövesd ellen, meg gólpaszt is adott, ugye az első asszisztot ő jegyezte a mérkőzésem. Azt az elsöprő átütő erőt valahogy én nem nagyon érzékelem, sőt, talán egyfajta bizonytalanságot is olykor védekezésben, vagy támadásépítésben, úgyhogy szerintem ezzel még mindig adós az idei
Vidi. Kíváncsian várom, hogy ez mikor fog tudni megérkezni ez a típusú játék. Amit egyébként borzasztóan díjaz a közönség, a szurkolók, mert ha vannak ilyen elemei a játéknak, akkor tényleg az RBD nyilván folyamatosan a csapat mellett áll teljes hangerővel, de hogyha megvan, ha jó a játék, ha látják a küzdőszellemet, akkor csatlakoznak hozzájuk szép számmal, és akkor megjön a sóstói stadion hangja. Szerintem ezt az állapotot kellene minél előbb elérni, hogy ez miért nem megy Mezőkövesd ellen konstansan, vagy egy Kecskemét ellen, ez egy nagyon jó kérdés. Majd a válogatott szünetben sikerül gatyáborázni a csapatot. Érdekes kérdés, mondtad Kodró és Zivzivadze nevét, ők gyakorlatilag ugye egymás alternatívájaként jönnek szóba, most előfordul csereként, hogy ketten együtt vannak a pályán, tehát cserék után, és sokat beszéltünk tavaly Nikolicsról, aki ugye csapatkapitányként és fehérvári legendaként, gólrekorderként gyakorlatilag bérelt helyel rendelkezett, miközben Zivzivadze ugye egy ideig mellőzött volt, aztán Újpestre került kölcsönbe, és akkor azt mondtuk, hogy ha ő visszatérne, és érezni az első számú bizalmat, ahogy Újpesten érezte, ahol gyakorlatilag azonnal góltermelésbe kezdett, akkor talán jobb hasznára lehetne a Vidinek. És ezt láttuk a Nemzetközi Kupában is, tényleg parádés gólokat szerzett a bajnokságban is. Jött egy hír, hogy vinné őt ugye külföldi csapat, amihez végül is a klub állítólag nem járult hozzá, aztán Zivzivadze ügynöke nyilatkozta, hogy hát az igazság, hogy valóban vannak ajánlatok, de még ha nem is a Köln, de hát hogy úgy látta a klub, hogy szükség van azon a poszton erre a játékosra. Ez nyilván mindig egy érdekes szituáció, amikor vagy úgy érzi egy játékos, hogy most akadályozták az előremenetelben, vagy bizalomként értékeli, de megint az volt, hogy Zivzivadze most éppen Kodró mögött mellett egy nem első számú csatár. El tudnátok ti ezt dönteni, ezt a kérdést, és hogy látjátok? Mert én attól félek, hogy ebben megint az lesz a vége, hogy majd azért csak el kell menni, vagy kölcsönbe kell kerülni, vagy visszaesik a forma, ami egyébként a szezon előtt egész biztató volt, vagy szezon elején. Hú, hát futballszakmailag szerintem mindenki mi a taktika, melyik edző hogyan látja, hogy mi a csapatnak a játékrendszere. De az vitathatatlan, mindent most lezanzásítunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a Kodró, meg az Ivinek is, a Budunak is a helye ott kéne lenni a kezdőcsapatban, hiszen elméletben mind a kettő kirobbanó formát mutat ebbe az évbe, hiszen azért ne felejtsük, hogy Kodró tavasszal is jól játszott, és tavasszal is hozta az asszisztokat, gólokat, és ezt úgy látszik, hogy tovább viszi ebbe a szezonba, és hát a Budról megbeszéltünk, hogy szintén tovább vitt, amikor visszaérkezett ide az Újpesten elkezdett gólgyártás, tehát valahol mind a kettőnek meg kéne találni a helyét ebbe csak a játékrendszerbe. Csak hasonló pozícióba játszalak, nem ugyanolyan erényekkel rendelkeznek, de azért mégiscsak mind a kettő egy érkező befejező csatár, olyanból azért kettőt nem szoktak felrakni a pályára. Ez mondom, nagyon nehéz a dolog, de hogyha az egész keretet nézed meg a játékosoknak a küzdeli tudását, amit mondtuk, vagy a Fradiba az előbb a Zöldeknél mondtuk, azt a nyerőtípusú játékosokkal van teli, és hogy a videótomban jelenleg nem látjuk ezt, hogy lenne egyszerre 11 nyerőtípusú játékos a pályán, és én azt gondolom, elmondható azért a Budról is, meg a Kodról is, hogy pont azokban van egy kis krafta mind a két paliba, és a pozitívunkról az előbb beszéltünk, de már említetted egy fél pillanat elejéig, de én egy nagyon pozitívot megemlítek, ami az összes mérkőzésre igaz, akár idegenben játszik a videóton, akár itthon, hogy szerintem az RBD teljesítménye viszont bajnoki szintű, bajnoki címszintű, hogyha így le akarnám fordítani, hiszen nem menjünk el az mellett, hogy gyakorlatilag, ha nézik az emberek a többi, akár televíziós közvetítéseket, és hogy más szurkoltáborok hogyan szurkolnak az országban, vagy milyen módon, milyen minőségbe és mennyiségbe, akkor gyakorlatilag jelenleg ilyet nem találunk a széles magyar hazánkban, hiszen az első perctől, vagy a nulladik perctől a 90. percig nincs egy másodperc csönd sem, és hogyha a csapatnak a teljesítményét veszem, hogy a csapat ugye viszonylag gyengén játszik, nem éppen közönség szórakoztató játéka. Most gondoljunk bele arra a rossz helyzetre, hogy mi lenne, ha sírű csönd lenne ebbe a stadionba. Az embereknek egy része még az is szeret kijönni, azon kívül, hogy haverokkal találkozgatunk, sörözgetünk, beszélgetünk, el vagyunk, mert jó hangulat a stadionnak, jó hangulat van. Hát olyan hangerővel, viszonylag alacsony létszám ellen egy jó
taktika van az RBD-ben most, egy jó hangerővel szólal meg a stadion, tehát ha valami a Vidi körüli dolgokat mondhatjuk pozitívnak, az mindenképpen szerintem a szurkoló tábor. Hát igen, egyébként bocsánat, a bajnokság nincs. Kapott gól esetében is tovább tolja az RBD, tehát tényleg le a kalappal előttük, most is a mezőkövesd kiegyenlített, és mintha mi sem történt volna, tolták tovább. Hát igen, hogy másik irányból, vagy indirekt nézve, nagyjából ebből is érezheti szerintem a csapat, hogy mi az a határ, amit már, tehát hogy amikor már ez a szurkolótábor is esetleg kritikát fogalmaz meg, ugye volt az elmúlt szezonban. Ez volt most a Kövesd ellen is, ugye? Volt egy kis gyengeségre utalás, ugye? Az oké, de nem is arról beszélek, hogy esetleg egy-egy ritmus felhangzik, de hát ugye emlékszünk, hogy például Fiola Attilának volt ugye konfliktusa a szurkolókkal az előző szezonban, tehát amikor már odáig fajul a dolog, hogy ez a szurkolótábor, amely tényleg azért próbál a lehetős legtovább a csapat mögött állni, komoly kritikát fogalmaz meg, és itt azért nem vetettek még lemezt játékossal, mint ugye legutóbb Újpesten az újpestiek, akkor már tényleg baj van. És akkor mindig szokott lenni egy nagy önvizsgálat, meg akkor halljuk, hogy tényleg akkor az öltözőben is, meg mindenhol a játékosok ezt átbeszélik. Úgyhogy én ebben látom elsősorban ennek a jelentőségét, hogy tényleg kapnak egy olyan támogatást adott pillanatban, gyengébb periódusban is, ami sokat lendíthet. Na de ez is mutatja, hogy azért minden nem engedhet meg magának a csapat. Tehát itt azért ki kell tenni a szívet a pályára. Hát Debrecen után azért volt egy kis buszos beszélgetés is, de hogyha nehogy túl dicsérjük a zöldeket. Tehát hogy azért azt hozzam ide, hogy mert mindenki jön ezzel mindig, ez évek óta mindenhol téma, hogy miért van ennyi néző, hogy van ennyi néző, nem menjünk bele, mert ez egy külön fejezetet megér. De a kettőt összehasonlítottuk már a csapatot most a Videótont és a zöldeket. Akkor most nézzük meg az utolsó bajnokiát a zöldeknek vasárnap. Ezzel a mutatóval, ilyen nemzetközi siker után az ország legnépszerűbb csapata, a legnagyobb szurkolóra rendelkező csapatának a szurkolótábora a Vidéhez képest, a Videótonhoz képest a nullához közelít, hiszen alig félház volt a Ferencvárosnak a stadionjába. Szerintem ez viszont tragédia, tehát amikor az az ország legnépszerűbb csapata is ilyen mutatókkal rendelkezik, tehát ha így nézzük a különbséget, így még nagyobb a kontraszt, hogy szurkolókba tényleg odaverünk. Úgy sajnálom, hogy most itt csak a stúdión kívül van itt Kajzer Tomi, aki máshogy nem így dolgozik, de ha most itt ülne, akkor szerintem jó kis csatátok lenne. Neki legalább a fél szíve zöld, ettől függetlenül... Legfeljebb a fél szíve. A másik szíve piros, és még hadd szóljak hozzá egy pillanatra, visszakanyarodva még a Kodró és a Budó párhuzamához, mert én azt hiszem, hogy nekik nem egymás riválisának kell lenni, hanem segíteni kell a csapatot. Na most általában ugye a Budú a csere, neki akkor úgy kell gondolkodni, hogy bejövök és gólt lövök, amire képes is. Mert ilyenek vannak, és most egy kicsit Kajzer Tomihoz is szólva, és Zolihoz is szólva, hogy már szóba hozzuk ugye Tomival a kedvenc csapatunkat. Ugye láttunk már ilyet, hogy vannak az úgymond nem is kiegészítő emberek, hanem azok az emberek, akik még plusz lendületet tudnak hozni a mérkőzésbe. Ilyennek kell, hogy legyen Budú is, hogyha cserébe játszik, hogy bejön és gólt szerez, ugye a Manchester United-ben Solskjær volt ilyen, aki gyakorlatilag majdnem, hogy mindig csere volt, és mégis rengeteg gólt szerzett. Hát nem tudom, igen, kellenek ilyen játékosok is, csak én azt gondolom, hogy egy bizonyos pontján, mondjuk főleg a magyar bajnokságban játszó külföldi játékosnak, őnek azért nem az a célja, hogy erőcsere legyen, és érthető ambíció a számára, hogy azért lehetőleg, főleg mondjuk tényleg elment Újpestre, rugott, nem tudom én, nagyjából 7 meccsen 8 gólt, vagy még jobb volt a mutatója, azért úgy gondolhatta, hogy ha már visszahozzák, akkor meg fogja kapni a bizalmat, főleg ugye Nikolić távozása után. De nyilván ez egy olyan szakmai kérdés, amit a vezetőedzőnek el kell dönteni. És hát itt a következő kérdésem, hogy Mihály Boris teljesítményét hogyan látjátok. Azért tegyük hozzá ehhez a jó későn ért, vagy most lett vége az átigazolási időszaknak, még jön a válogatott szünet, tehát hogy tulajdonképpen miért is ne legyünk türelmesek. Azért szigorúan nézve a magyar bajnokság egy harmadánál már edzőváltás volt, vagy negyedénél. Tehát most ahogy a Debrecen gyakorlatilag néhány forduló után, a Mezőköves most váltott, a Vasas ugye kirúgta Kuttor Attilát. Ezek azért kisebb célokért küzdő csapatok hivatalosan a magyar mezőnyben, mint a MOL Fehérvár. Tehát azért nem mindenhol gondolták úgy, hogy majd rendbe jön ez itt a következő két hétben, mert lesz egy válogatott szünet. És hát nyilván akár a csatárkérdésről, akár az új játékosok beépítéséről beszélünk, ez a vezetőedzőnek is egy kőkemény feladat lesz. Érzitek-e a karizmát és az erőt
Borisban, illetve a fehérvári stábban, hogy ezt megoldja? Hát egész biztos sokan már nem őt látnák a kispadon szurkok közül, de én azt gondolom, hogy azért tényleg nem szabad ezzel kapkodni jelenleg. Én még tényleg minimum ezt az őszt most már meg kell adni neki. Már csak azért is, hogy amikor ő érkezett, akkor hozott egy új impulzust a csapatba. Tehát azért ne felejtsük el, hogy az ő érkezésével teljesen más lett a mutató, más lett az eredményességű, mint előtte, ez egyik. A másik meg úgy látszik, ez egy ilyen napán, a zöldeket kell emlegetnem, de hál' Isten csak így mondom. Azért nézzük meg a zöldeknek az elmúlt, hát mondhatok akár évtizedet is, de a 6-7 évet. Hát, hogy itt, ha minden évben edzőket váltogatunk, az sem egy jó megoldás. Hát nézzük meg, hány edző volt az elmúlt 5 évben a Vidinél. Ki kell fogni egy jót. Igen, ki kell fogni, de vagy jó kell választani. Tehát egész egyszerűen ezzel se lehet egy csapatot építeni, mert jön az új, akkor megint más elképzelései vannak, megint esetleg más játékrendszerbe gondolkozik, meg ne felejtsük el ezeket a mozgásokat is, hogy ugye volt nálunk is ez a délszláv vonal, aztán akkor volt a másik vonal, most egy érdekes helyzet áll elő, hiszen az Orán Kundics érkezésével az ebben még azt is mondhatna, hogy megint lehet, hogy egy kicsit szlávosodunk, bár ő is talán ugye szélesebb látókörre rendelkezik, hiszen a Fradinál is hasonló poszton volt, és azért látjuk, hogy a Fradi milyen játékosokat hozott, most én azt nem tudom megmondani, melyik volt a Kundics találmánya, vagy melyik nem éppen, de most a Borisra visszatérve, itt most szerintem teljesen felesleges lenne egy edzőváltás jelen pillanatban, semmi értelmét nem látnám, tehát főleg úgy, hogy nincs alternatíva. Azt gondolom, hogy amit az előbb mondtam, fönntartom, hogy mindent egybevéve, hiszen nem a Boris igazolt, hanem a fölötte levő emberek, augusztus végén, itt még majdnem augusztus másik felébe érkezett fél tucat játékos, ha úgy vesszük, és gyakorlatilag ez október közepén lehet majd látni ennek a csapatnak azt a játékát, amit ebbe a bajnokságba várhatunk tőle. Igen, és egyetértek azzal, hogy nem mindig jó az edzőket váltogatni, mert akkor mindig, hát úgymond lehetne abba kapaszkodni, hogy na akkor mi csak most kezdtük a munkát, és majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és akkor türelem, aztán meddig. Tehát hogyha periódusonként, vagy nem is azt mondom, hogy évente, de mondjuk két évente, vagy szezon közben is akár ez váltakozik, akkor most mondjuk elküldik ősszel ugye a Boriszt, és akkor jön valaki más a tavaszi szezonra, és akkor majd azt mondjuk, hogy hát a tavasz az lehet, hogy nem fog olyan jól sikerülni, mert éppen csak most vagyunk újra az építkezés legelején, tehát ez sem jó taktika. Én is egyetértek ezzel, és egyébként egy kicsit magáról is állítja ki azt az a klub a bizonyítványt, amelyik mondjuk 3 forduló után egy bajnokság elején edzőt cserél. Tehát nem tudom, mit lehet mondani arról a debreceni klubvezetésről, amely leszerződteti ugye Janeirót, és utána a 4 meccs után azt mondja, hogy hát ez nem jó, majd akkor valaki más. Nyilván beszéltük sokszor az elmúlt szezonban is Torog Lacival, hogy irdatlanul kevés az az idő átlagban, amit egy edző kap egy magyar klubnál. Tényleg már az csodaszámba megy, ha valaki mondjuk 2 évet végig dolgozhat egy együttesnél. Holott nyilvánvalóan nem mindig az edző múlik ez a dolog. Azt nem tudom, hogy ha már említetted Kunticsot, aki valóban ugye annak idején sokunk kedvence volt játékosként a Vidiben, és hát a zöldek is kellően megszerették, hogy ő majd az ő játékos megfigyelői munkája hozza olyan minőséget esetleg a csapathoz, de azt hiszem, hogy a Ferencvárosnál elsősorban ugye Hajnal Tamáshoz kötik a jó kapcsolatokat és sportigazgatóként azt a fajta munkát, ami Európa térképére is feltette a Fradit. Itt pedig akkor ugye Sallu István személye jön be a Fehérvárnál, akinek szintén van azért külföldi játékos múltja, bár most már jó pár éve a magyar futballban dolgozik megint, hogy esetleg ő, aki maga is nyilatkozott itt az átigazolási szezonról, tudott-e olyan minőséget hozni, amivel Boris majd esetleg előre tud lépni a csapattal? Hát, szerintem arra is vigyázni kell, hogy szezon közben kit igazolunk, mert most igazoltunk néhány játékost, akkor télen meg igazolunk néhány játékost, és majd meglátjuk, hogy épülnek be a csapatba. Tehát egy nagyon kicsit, illetve nem is nagyon kicsit, de ez is lutri. Tehát nem lehet azt mondani, hogy azért, mert igazolunk 2-3 játékost, annyival jobb lesz a csapat, mert ők pluszt hozzá tudnak rakni. Ugye most meg lehet itt figyelni Fehérváron, hogy azért helyek közel bejönnek az igazolások, illetve hát ez is még a jövő zenéje, de az, hogy most azért hozunk valakit, hogy aztán a következő átigazolási szezonban most mindenképpen igazoljunk, annak sem biztos, hogy sok értelme van, illetve nagyon át kell gondolni. Azt viszont ne felejtsük el, hogy fiatal játékosokat igazoltunk. Tehát ez egy nagyon fontos tényező a hosszú távú építkezés szempontjából, hiszen tényleg azt gondolom, hogy fél szezononként mondva 2-3 játékosnál nem jó, ha
többet cserégetsz, hiszen akkor hogyan lesz egy csapategység, hogyan lesz egy jól működő rendszer. Ugye mi ezt jól felborítottuk az elmúlt egy-két évben rendesen, tehát nem kettő-három, hanem jóval többeket cserégettünk. Most viszont tényleg életkor tekintetében nem állunk rosszul, tehát ha kijönne, tényleg kijön az a tehetség, amire mondtunk, hogy most a Kastrati esetében is láttunk pozitív megmozdulásokat, vagy a Kodros egy régi játékosunk, ha belegondoltak, hát nem ezer éve van itt a Pali, és most már úgy érezzük, mintha ő a Vidinek az elengedhetetlen része, a tartozéka, hogy ő alapra ott van a csapatban. Tehát azt gondolom, egy fiatal, energikus csapat képe még kirajzolódhat ebből, megint erre utalok, hogy még pár hét múlva látjuk ezt meg. Én, nekem egyébként Zorán Kuntics az egyik kedvenc labdarúgom volt kezdve a Mester 4-esével, amit még annó Vácnak a videóton színeiben lőtt. Igen. A Vácnak. A Nemzeti Sportban az egyetlen tízes kapott volt akkoriban. Igen, imádtam. Hát ugye, aztán a zöld-fehér meszt vett fel, ott is azért figyelemmel kísértem, én nagyon örülök, hogy itt visszatalált Fehérvárra a Vidihez. Ami az edzőkérdést illeti, szerintem nem kell, hogy napirenden legyen mondjuk egy edzőváltás. Ami számomra rejtély, erről szerintem múlt héten is beszéltem, hogy hogy lehet, hogy abból a millióból, ami itt a Köln elleni visszavágón volt, meg abból, ahogy játszottak kint Kölnben, abból hogy lehet, hogy nem tudtak erőt meríteni? Ez számomra óriási rejtély. Tehát Dárdai Palkó, aki be tudja verni úgy a labdát, ahogy azt tette Kölnben, vagy ahogy rúgta Budu a második gólt, azt utána miért nem lehet megcsinálni a Mezőkövesd, vagy a Kecskemét, teszem azt akár idegenben a Debrecen ellen. Vagy ez akkora törést jelentett a csapatnak, ez a fiaskó a Köln ellen itthon, hogy ebből még mindig nem tértek magukhoz? Tehát én ezt tudom feltételezni, mert az az önbizalom, amivel kint játszottak, az abszolút nem, még akkor is, hogyha egyet többen voltak a pályán, mint az ellenfél, az abszolút teljesen indokolatlanná teszi ezt a... Hát ezt végig beszéltük ugye már vagy az előző, vagy az azt megelőző adásban, hogy a Köln elleni visszavágó már egy csalódás volt ilyen szempontból, mert egy ilyen idegenbeli eredményből merítve például ezt az önbizalmat, meg egy nyerő helyzetből indulva egy visszavágón, egy teljesen semmilyen visszahúzódós alibi foci jött az első fél időben, a másodikban meg azt láttuk, hogy igenis a Kölnt is meg lehet firkálni, meg lehet helyzetet csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy itt mentális vagy valamiféle fejben lévő gátak vagy blokkok vannak. Nyilván ez is edző, vagy akár sportpszichológus, vagy csapatmenedzsment kérdés, hogy ebből kirángat egy csapatot, amely tud úgy támadni, amit aztán ritkán látunk például a Mezőkövesd ellen. Igen, de az ugye egy tény, hogy kikaptunk a visszavágón, és az ellenfél ment tovább, teljesen megérdemelten. Az viszont egy másik tény, és szerintem ez is borzalmasan fontos, hogy gyakorlatilag teltház volt azok miatt, a srácok miatt, akik ezt képesek voltak kiharcolni Kölnben. Ha ezt megtennék hétről hétre az NB1-ben, akkor még inkább éreznék ezt a szeretetet, vagy ezt a pozitív energiát, és ez nyilvánvalóan nagyon fontos egy futballista számára. Igen, ez megint a szurkolói oldalt itt érintetted, ezért jön is bennem a képlet, hogy ilyen Magyarországon az a szenvedéllyel való áttélés a lelátón, amit akár ugye külföldön rengeteg helyen láthatunk, és akár keletre is menve, a Törökország is, ugye, de rengeteg országban mondhatjuk azt, hogy más fanatizmusra vannak az emberek a lelátó, mint Magyarországon. Megnak a délszlávokat is mondhatjuk, hát egy őrület van a futball iránt teljes mértékben, hogy gyakorlatilag itt mi magyarok valahogy, magyar átlag szurkoló, és most az ultrákat ugye ezt helyezzük a helyére, az előbb az megvolt, azon kívül szurkolókat, ilyen kényelmesek, ha kikap kétszer a csapat, vagy háromszor, vagy tehát ilyen hullámvölgy van, akkor már nem megyek ki a meccse, már nem annyira érdekel, tehát nincs az a fanatizmus valahogy hiányzik alapra. Tehát mindegy a csapat játékától függetlenül. Az egy érdekes, hogy ezek a sokan azt érezzük különben, hogy a nemzetközi meccseknek van már igazán csak renoméja szinte, a magyar bajnokság az ilyen lapos, tehát akkor van értelme menni a meccse szinte, hogyha nemzetközi poron van. És hát a Köln azért mégiscsak így a futballtörténelemben, szurkolói szempontból is egy igencsak hype-olt csapat, meg a meccs előtti pillanatok is hype-oltak voltak. De az is érdekes, nem ment be, hiszen egy profi játékosnak, de itt is voltak érdekes nyilatkozatok, hogy a játékos
rövidatontól, de egy profi játékosok is emberből vannak, én nem felmentem őket, és az nem mentség még véletlenül se, de én magam is, amikor játszok, focizok, de persze nem közönség előtt szoktam, de teljesen más az ember, az a belső adrenalin, amikor egy ilyen hangulatú mérkőzésre beleállsz, és hiába nem a saját közönséged volt például a Kölnben, tehát egy olyan futballélményt kaptak sokan a pályán is, amit gyakorlatilag lehet, hogy valaki még nem is élt át. Ezért érdekes például az, amit a szerkesztő mondott hogy az elején, hogy a hazai első féldőbe hogy ez nem pörgette föl az embereket. Mert utána, hogy egy ilyen külmeccs után, vagy egy ilyen nemzetközi felfokozott meccs után egy hazai gyengébb, mert egész a belső adrenalin nem tud úgy fölpiszkálni, na de a Kölnnél első hazai féldő. Igen. Emértjük. Az volt az igazi csalódás. Jó, hát kívánom, hogy te is játsszál meg még ennyi néző előtt. Nem tudom, a videóton baráti körrel ezzel erre mennyi esély van. Jól látok egyébként a bajnokságban? Viszonylag jó hiszem, egy kettőbe játszik most a felnőtt csapatunk, és most az első harmadba vagyunk, úgymond ötödik, vagy hatodik, nem is tudom, a hétvége után, úgyhogy szerintem jól állunk. Hát lehet, hogy ott a 10.000 nézőre még várni kell egy kicsit. Igen, hát nekünk egy jó meccsük volt, amikor ugye az RBD nem járt a bajnokikra, és akkor a marosegyi pályán játszottunk, és hazai környezetben kijött egy 3-400 RBD, és olyan volt, mint egy NB1-es mérkőzés. Tehát az egy óriási átérted a magatok könnyét, igen. Én csak egy gondolat annyi, hogy teljesen egyetértek azzal, amit Laci mond, viszont lehet, hogy egy kicsit meg is lehetne, vagy kellene fordítani azt a tendenciát, hogy nagyon fontos és nagyon kell, hogy a szurkoló legyen a 12. játékos, de mi van akkor, hogyha a csapat játszana olyan szinten, hogy az húzná magával a szurkolókat? Na, elérkeztünk a tyúk vagy tojáshoz. Igen, a tyúk vagy tojáshoz, kérdés gyakorlatilag ez, nagyon sokat lehetne beszélni meg róla. Mit lehet számon kérdett, hogy a szurkoló kérhetett számon, hogy nem lelkesíti a rosszul játszó csapatot, vagy igen, a, csak a szurkoló többet, csapaton kérhet számon, hogy... A szurkoló többet teljesít 100%-on a meccsek során, mint a csapat a folyamatos mérkőzések alatt. Viszont ha a csapaton is azt látnád, hogy megszakad és így akarja, és odalép, és száz helyzet, és akkor biztos, hogy több gól is lenne egyébként, de ha azt látnád, hogy úristen, milyen jók, és akkor magával ragad az ő lendületük, akkor az még egy plusz benyomást adhatna a szurkolónak is, és az a csapatot is még jobban tolná, hogyha a szurkoló tényleg azért tudna értük szurkolni, mert azt váltja ki belőlük, és nem a szurkolók teljesítménye váltja ki a csapatból azt, hogy még jobbak legyenek egy kicsit. Hát, hogyha nem az RBD-t, hanem tényleg a többi nézőt nézed a stadionban, ott mérhető igazából, hogy egy plusz felpörgött csapat, egy plusz teljesítmény az a szurkolót is fel tudja még jobban spanulni, ott mindig van feljebb, tehát a szurkolók buzdításában mindig van feljebb. Egy biztos, bocsánat, ilyen szélsőséges teljesítménye talán a dobogóra oda lehet érni, magyar kupát nem lehet nyerni, ez biztos. Már pedig a nemzetközi porond az hát kimondott cél. Azért az alap, tehát nagyon rezgett a léc ugye az elmúlt szezonban is, minden szerencsés csillagzat összejött, hogy köszönhetjük az öldeknek, hogy Laci kedvenc tematikája van. Én ezzel akarom végig is ezt a vidítémát lezárni. Egy másik zöld csapatról, most így készülgettem Európa Liga mérkőzésre, azt biztos nem tudjátok fejből, hogy a Ludogorec jelenleg 11 zsinórban megnyert bajnokságnál tart, és ez most Európában a leghosszabb ilyen sorozat. Tehát Bulgáriának van az a bajnok csapata, amelyik gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált. És hát nem akarok ebbe belemenni, hogy most a Fradi éppen hánynál tart, még a 11-től azért hál' Istennek messze vannak, de nem tudom, hogy ti nem féltek-e attól, hogy ez a fajta egyeduralkodás, ez meg lesz a magyar mezőnyben is. Nyilván az európai bevételeket is számolva itt már senkinek nincs reális szansa, hogy annyi pénzből gazdálkodjon, mint a Ferencváros. Persze gazdag csapatoknál is lehet egy hullámvölgy, vagy a, most nem akarom direkt a te kedvenc csapatodat emlegetni, amit már szóba hoztál, mondjuk egy évtizedes hullámvölgy, de én nem nagyon látom őszintén szólva annak a reményét, hogy valaki mondjuk a Fradit megállítsa abban, hogy nyerjen akár 10 bajnoki címet zsinórban. Hát aztán majd meglátjuk, reméljük, hogy ha igen, akkor az a vidi lesz. Hát ugye 5-6 éve nálunk voltak ezek a feltételek, mint mondtam, tehát mi érezhettük ugyanezt. Hát csak kicsinórban kettő se sikerült, úgyhogy ez most még hosszabb. Messzire vezetne, ha azt néznénk, hogy ennek mi lehet, vagy mi volt az oka, hogy a vidi nem tudta ezt a monopóliumát kiterjeszteni. Hát azért a stabilitás Dol, Rebrov, azért ez az éra meghatározta. Igen, de itt is volt, tehát itt volt egy Szózánk, volt egy Karijónk, volt egy Nikolicsunk, én főleg Nikolics esetében éreztem azt, hogy azért ez egy stabil, európai szinten is csoportképes
csapat volt, és aztán valamiért ő vagy el akart menni, vagy nem úgy alakultak a dolgok, és sose fogjuk megtudni. Tehát nyilván klubon belüli kérdések ezek, hogy, hogy miért nem lehet mondjuk hosszú távon építeni egy sikerre. Az jut eszembe, hogy Mezei György ugye történelmi győzelmet, első bajnoki címünket megszerezte, gyakorlatilag a következő nyáron szétesett a csapat, de megtörtént ez később is másik jó vidikkel. Na jó, beszéljünk egy kicsit a válogatottról is. Ugye Laci itt van, és ő nem csak a fehérvári meccsekre utazik, itt már adás előtt is beszélgettük, hogy készül Németországba, hiszen most jön ez a bizonyos válogatott szünet, és a magyar válogatott ugye két nagy ellenféllel játszik majd a Nemzetek Ligájában, egy minden várakozást felülmúló csoportállásnál, hiszen a magyar válogatott ugye oda-vissza verte Angliát, főleg az utolsó az angliai meccs lesz örökre emlékezetes, de játszott egy döntetlen Németországgal, és hát eddig egyetlen veresége Olaszország idegenben, és hát jönnek majd az olaszok ugye a Puskás stadionba, illetve megyünk előtte Németországba. Mennyire érzitek azt, hogy reális az, ami a válogatottal történt itt ebben a Nemzetek Ligájában? Tényleg ott van-e a helyünk az ilyen szintű csapatok között, vagy egy kicsit inkább annak is köszönhető, hogy ők azért nem pörögnek rá annyira erre a sorozatra? Minden egybe talán igaz lehet, de hát amit pont a Vidinél kritikaként fogalmaztunk meg, az a válogatottnál pont fordítva működik, tehát hogy szerintem egy iszonyatos jó csapategység van, egy nagyon jó gárda, vagy egy nagyon jó nyerni akaró, győzni akaró, nyerő típusú brigád állt össze, és hát a stáb is, ugye főleg Marco Rossi vezérletével egész egyszerűen jó harmóniában működik, tehát hogy valami ilyen hihetetlen kontraszt lett ebbe. Ne felejtsük el azt itt is azért, hogy még akár a Dárdainál és utána Stork, tehát hogy ez a válogatott is, igazából az alapok egy új vonal akkor indult el, azt ott is volt egy kis ilyen hullámvölgy, amiből ugye most elég pozitívan jöttünk ki. Hát mindenképp mondhatjuk azért azt szerintem, hogy a jelenlegi realitásunk fölött helyezkedünk el talán ebbe a pillanatba így a tabellát nézve, de semmiképp nem mondom azt, hogy lehet, hogy nem ott lesz a helye a magyar labdarúgásnak válogatott szinten a következő években, de azért sokkal kevesebb az a játékos, amiből mi válogathatunk, mint akár egy német vagy egy olasz válogatott, hiszen ott gyakorlatilag rengeteg jó játékos közül kell kiválasztani ezt a 25-öt. Azért nálunk jóval kevesebb a mozgástér, ugye pont most a Sallai Rolandnak néztük a sérülését, minket az, hogy kiesik egy hónapra, és pont kiadja ezt a két fontos meccset. Ez azért egy magyar válogatottat már egy-egy játékos kiesése is akár adott esetben lefele tudna húzni. Viszont egy nagyon pozitív példa, hogyha a válogatott meccsel megyünk és Székesfehérváron beszélgetünk, ugye a hétvégéfordul játékos a Bundesligában, ugye Szoboszlai Dominik lett, és azt gondolom, ez egy nagyon jó előjel, ómen a két válogatott meccsöt. Reméljük, hogy ezt a formát menti tovább. Hát mondhatnánk ugye, hogyha arra gondolunk, hogy a Ferencváros most már zsinórban, csoportkörben van idén is, és a válogatott közben tényleg ilyen egészen bravúros eredményeket hoz, hogy lám-lám, csak azt látom, hogy a kettő között gyakorlatilag nincs közös halmaz, mert hogyha Gulácsi éppen sérült, vagy a kapitány úgy gondolja, vagy vissza kell mennie, akkor van a Fradiban mondjuk egy játékos, aki be tud kerülni a válogatott kezdőjébe, és akkor még Botka vagy Sigér esetleg adott pillanatban. Nem nagyon mondhatjuk azt, hogy a kettőnek köze lenne egymáshoz. A Ferencváros külföldi játékosok miatt lett ütőképes, a magyar válogatottban pedig a magyar futballt, hát vagy hírből sem ismerő, vagy elég régen elhagyó játékosok szerepelnek, tehát azt gondolom, hogy csapatokról beszélhetünk, és nem a magyar futball erejéről valójában. De hát a válogatott az szerintem akkor is a miénk. Ezt nem vitatom, természetesen. Természetesen nagyon-nagyon kell nekik szurkolni, és ugye amit felvetettél először az, hogy igaz, hogy a többi nagy csapatot, ugye most Németországot, Angliát, Olaszországot talán papíron nem érdekli annyira a Nemzetek Ligája, mint minket, viszont hogyha kikapnak, az már igenis érdekli őket, ugye itt Angliában is azért volt felháborodás, hogy mi az, hogy mi egy kicsit azért ugye eldázásztuk őket ennyi év után, és éppen azért nem érdekli őket, például a magyarok elleni mérkőzés, azt nem mondom, hogy az olaszok és a németek elleni presztízs csata, úgymond még ilyen kisebb szinten sem érdekli őket, mert biztosan így van. De az, hogy a magyarok ellen szerintem mindegyik válogatott úgy volt, hogy hát úgy is meg lesz. Aztán meg nem lett meg. Mert ugye nyertünk, és csak egy vereségünk van, szerintem az a nagy probléma, hogy ugye mindannyiunk szívesen nézte volna tovább akkor, amikor véget értek a Nemzetek Ligája előfordulójának a küzdelmei,
hogy a további mérkőzéseket, mert akkor tényleg jó szériában voltunk. Az, hogy most milyen szériában vagyunk, az első két mérkőzésen szerintem ki fog derülni. Bizonyára ezzel ti is egyetértetek. Én nagyon bízom benne, hogy tovább fogjuk vinni azt a jó teljesítményt, ami eddig is megvolt. Az, hogy a válogatottban lévő játékosaink hogy teljesítenek, az egy kicsi kiinduló pont lehet abban, hogy mennyire tekinthetünk pozitívan az ő teljesítményük kapcsán majd az elkövetkezendő mérkőzések elé. Tehát én is nagyon várom, és újra akarok szurkolni egy jó csapatnak. Én kezdetben nem nagyon tudtam értelmezni a Nemzetek ligáját, de most már kiválóan. Hát úgy más, amikor benne vagyunk. Mert ugye ennek részben az oka, hogyha jól emlékszem, az, hogy kiváltsák a lötyögős barátságos meccseket, és hogy tétmeccseken bizonyíthassanak a nemzeti válogatottak, és ez valahol jó, mert azokat a csapatokat, akik képesek nyerni, azokat felkészíti egy magasabb szintre, adott esetben egy Európa bajnokság, netán egy világbajnokság szintjére. Szerintem velünk most ez történik, hát az EB-t azt úgy nagyjából már abszolváltuk, legalábbis egy szintig, de most itt a legfelsőbb divízióban szerintem ez arra készíti fel a magyar csapatot, hogy netán azért a következő utáni világbajnokságra már kijussunk. Sőt, azért, hogyha ugye vannak mindenféle matematikai, meg egyéb számítások, hogyha ott hát leszünk az következő első helyen, selejtező sorozatnál gyakorlatilag most biztosított, hogy nagyon jó pozícióba kerülünk a sorsolásnál. Leszünk. Szóval végül is van értelme ennek a Nemzetek Ligájának, így meg egyen parádésan szereplünk meg pláne. Abban nem vagyok biztos, hogy ezt nagyon komolyan veszik a nagy válogatottak, de ezzel együtt is, ha mi 4-0-ra meg tudjuk verni Angliát, akkor az önmagáért beszél. Lehet, hogy magát a sorozatot egyébként nem veszik annyira komolyan, és nyilván meg is fogalmazták sokkal, hogy pupa hátukra. Viszont a magyar válogatottat most már gondolom, akár ebben a sorozatban biztos, hogy nem lehet félváról venni. Én azt gondolom, hogy azok után, ahogy mi mondjuk játszottunk az angolok ellen, vagy a németek ellen itt-oni döntetlen esetében, szerintem biztosak lehetünk benne, hogy nem fogják lebecsülni, vagy lekezelni ezt a meccset. Sorsolás pillanatában gondolom mindenki úgy volt vele, hogy majd a magyarok ellen lesz egy könnyű meccs, aztán egyébként meg jól eljátszunk egymással, hát megfordult a világ. Az olaszok talán bízhatunk benne, hiszen ők az egyetlenek, akik ugye legyőztek minket, hogy lehet, hogy egy kicsit ezzel a déli lazassággal jönnek majd, de az meg szokta bosszulni magát mostanában a rossz csapat ellen. Előtte viszont ugye Németországban lesz egy meccs, ahol Laci ugye mondtad, ki is akarsz utazni, kicsit a Lecsó Fesztivál felvezetéseként. Igen, hát ha mindig igaz, még nincs rakva Lego, de meg lesz valahogy, vagy de kettő együtt. Hát igen, sőt, ugye Olaszországban is ott voltam a meccsen, és azért ez egyik egy jó élmények, amikor tényleg több ezer magyar érkezik ki, és gyakorlatilag közös vonulások vannak, klubszintől függetlenül, tényleg teljesen ilyenkor a magyar válogatott dominál, hiszen ebbe is azért láthatjuk, megint a szurkolói oldalról nézem, hogy bizonyos más nemzetek, menjünk egy kicsit délre, az is ilyen B-betűs fővárossal rendelkezik, ott néha válogatott meccsekre egymást verik majdnem kimondtam, itt nem szabad. Tehát a lényeg, hogy a magyar válogatott meccsén itt is az összetartás tök jól működik, és jó a szurkolás. Ha kritikát is kell mondani, viszont az MLS-nek hatalmas kritikával kell éljek, tehát szerintem ez egy borzasztó, hogy például aki kimegy egy Olaszországba, annak semmilyen elővásárlási opciója nincsen például a hazai olasz meccsre, tehát egész egyszerűen, és 200 000-es jegyén, ilyenkor azt gondolom, hogy legalább az első nap azt kéne engedni, aki azon az adott mérkőzésen például pont kín volt az odavágón, vagy iszvágón, vagy odavágón, igen, ha így vesszük. Tehát ez egy hatalmas probléma, mert ha megint a szurkolókról beszélünk, akkor azért az látható volt, hogy a Puskás Arénában is hihetetlen módon teljesít a magyar szurkolótábor, és az egész világon gyakorlatilag elismerik a magyar szurkolóknak a teljesítményét. Viszont ilyen felhigult állapotban, hogy bárki vehet ugye jegyet, és sajnos én azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére azt gondolom, a többség a magyar válogatottra kíváncsi ma már. De még mindig sajnos szerintem vannak olyanok is, hogy hát, engem az olaszok érdekelnek, én azért akarok innenni a meccsen. Azért vitatkozok ezzel egyébként, mert ott voltam az Európa-bajnokságon, és ti is megtapasztaltátok, hogy tényleg mindenki szívvel lélekkel, tehát ez egy fergeteges hangulat volt, a magyar szurkolók nem turistaként érkeztek, nem nézelődni vagy autogramot kérni a nagysztároktól. A másik meg, hogy tényleg maximális respekt azoknak, akik elmennek.
el tudnak menni Olaszországba vagy Németországba, nyilván ez azért nem mindenkinek adatik meg, attól függetlenül, hogy szívesen elmenne. Elég nagy a Puskás stadion, hát hál' Istennek úgy tűnik, hogy nem elég nagy ahhoz, hogy mindenki beférjen, de hát reméljük, hogy azért aki ott lesz, az tényleg kiereszti a hangját és szurkol majd. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy Marco Rossi, aki a helyszínen tekintette meg a Vidi mezőköves találkozót. Mit figyelt és mit írt fel a akkor felkészülünk, mindenre készek vagyunk. Hát ugye több válogatottunk van, mint a Fradinak, ahogy ezt mondjuk. Novellesztett, hogy a mezőköves volt az olaszok, vagy fordítva, hogy a Vidi volt az olaszok, és a mezőkövest hogy tud erre reagálni. Jó, hát meglátjuk, majd addig még azért lesz adásunk, amíg a magyar válogatott eredményeit is ki tudjuk beszélni. Én köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok, és hát a többi sportág híveitől, meg maguktól, a sportágoktól elnézést kérünk, de ez ma foci adásra sikeredett. Majd lesz még sok mindenről, hiszen például öttus Európa bajnokság kezdődött ma ugye Fehérváron. Jövő hétig kiderítjük, hogy most éppen mik az öttus a szabály, hogy nem akarok nagyon profán lenni, de addig lezajlik, és akkor majd azt is kibeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. Kedves nézőknek pedig a figyelmet, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.